Legendás helyszín megközelítésére készülnek több tucatnyian. A karcag végét jelző táblát a Zádor hídtól 4400 méter választja el. Most ez már nem távolság, sem lovas kocsival, sem autóbusszal, sem biciklivel, de még futva sem. Évekig csak harckocsival vagy helikopterrel lehetett volna nagy biztonsággal megtenni ezt a távot. Lévén a hídig vezető út mindennek volt mondható, csak biztonságosnak nem. Gratulálok Karcag városának, és nem azért gratulálok, mert szép utak épülnek, mert gyönyörű játszóterek, parkok, középületek, hanem azért tudok gratulálni, mert nézzünk egy kicsit körbe. Mert Karcagnak ilyen közössége van. Ilyen emberek lakják ezt a várost, akik vasárnap délelőtt közösségi programban vesznek részt, együtt vannak, aktívak, mozognak. És ennek a városnak nem az utak, nem az épületek adják az erejét. És évtizedeken keresztül, évszázadokon keresztül azok az emberek adták az erejét, akik, ha kellett, megmozdultak, ha kellett, aktívan részt vettek közösségi programokban, és aktívan részt vettek, ha kellett, a közösségi munkában is. Én gratulálok a városnak ahhoz, hogy ilyen lakói vannak, ilyen közössége van, ilyen aktív közössége, mert kevés olyan település van, aki ezt fel tudja mutatni. Az egyik legismertebb legenda szerint az első hidat az akkor még létező Ér fölött egy Karcagon élő vitéz Zádor építette. Ágota nevű szerelme ugyanis a folyócska másik partján lakott, hogy könnyebben és biztonságosabban járhasson át szíve választottjához, fahidat emeltetett. Ez nem bizonyított, az azonban jól dokumentálható, hogy Karcag előjárósága 1804-ben döntött úgy, hogy az akkor már emberemlékezet óta itt álló fahíd helyett kőhidat épített. 1806-ban ennek a hídnak az építése el is kezdődött, Bedekovics Lőrinc tervei alapján. A híd 67 méter hosszú volt, ha jól emlékszem, és sokáig tartotta is magát. Az 1830-as áprilisi nagy árvíz után a két-két szélső pillérjét elmosta a víz, ugyanis ez is 9 lyukú volt, mint a Hortobágyi. Sokan úgy gondolják, hogy a Hortobágyi 9 lyukú híd mintájára épült ez a Zádor híd, de ez éppen fordítva van, mert a 9 lyukú hidat 1840-es években kezdték építeni. Karcag városa még 2021-ben pályázott helyi külterületi utak felújítására. Ennek a nyertes pályázatnak köszönhetően kapott új burkolatot a várost a híddal összekötő 4,5 kilométer. A régi vágya volt már a városnak, hogy ez a turisztikai objektum bekapcsolódjon abba a látogatotti körbe, amelyet akár a városunkban látogatók is meg tudnak tenni, és nem függenek az időjárás viszontagságaitól, hiszen emlékszünk még néhány hónappal ezelőtt térdigérő kátyúkban lehetett csak ide jönni, és bizony még futva is meggondolandó volt, hogy elinduljon-e az ember. Aztán amikor leesett az eső, akkor lehet, hogy 20-25 centit lehetett növekedni, mire hazaértünk, mert a cipő talpára csak folyamatosan rakódott a sár, mi meg nőttünk egyre magasabbra, és hát tudjuk, milyen a karcagi sár, az marasztaló, és szép ez a környék, de azért nem szeretett volna senki itt ragadni a karcagi sárba. A 19. század közepén hatalmas folyószabályozás kezdődött Magyarországon. Addig a Duna, de különösen a Tisza rendszeres áradásai óriási károkat okoztak. A kanyarulatok levágásával megnőtt a megművelhető földterület nagysága, ám jelentősen átrendeződött a Hortobágy vízrajza is. A Zádorér eltűnt, ezzel pedig a Zádor híd is elvesztette eredeti funkcióját. Átkelő hely helyett látványosság lett belőle. Az egykor a Pest-Szolnok-Debrecen sóút fontos hídja ma mementóként áll a Nagykunsági pusztában.
és azon is leszünk, hogy egy másik pályázatnak köszönhetően a tilalmasi és a Kissárét, Nagysárét ellátását, Hortobágy-Berettyó vízpótlását biztosító csatornán keresztül érkezzünk, de újra friss, tiszta víz, ha már a 177 évvel ezelőtt, 178 évvel ezelőtt megkezdett folyamszabályozási munkátok elvágták Karcagnak ezt a területét az élő víztől, és gyakorlatilag kiszárították a nagyjából 8000, majdnem 9000 hektárnyi területet. A Zádor hídig vezető felújított útszakasz nem csak az idegenforgalmat, az aktív turizmust fogja remélhetőleg hosszú ideig szolgálni, hanem a mezőgazdaságot is, hiszen a város határában elterülő földek művelésére munkagépek is igénybe fogják venni.